Amerikai bombázók repkednek a fejem fölött. Furcsa kezdet egy kertész videóhoz. Hát leszámítva, hogy itt ilyen furcsa gazdasági és politikai helyzet, maradjunk mi a kis kertünknél. Hullanak a levelek, október vége van. Híznak a macskák, egyre pufibbak, mert nő a bundájuk. És az a helyzet, hogy ilyenkor van néhány kerti munka, amit egy október végén szoktam elvégezni. Hát megmutogatom sorban őket, és azt hiszem, hogy kezdjük talán rögtön itt a fóliában. Hát a fólia az már jó ideje elő van készítve a vetegetésre. Talaját előkészítettem. Itt ott kinőtt egy kósza növény, azt mindjárt kiszedegetem. Látjuk, itt ott kibújt egy fokhagyma. Ez azért van, mert volt egy fokhagyma a kezemben a múlt nap. Találtam, beszakadt valahogy a nyáron. Kiszúrtam, szétszedtem, eldugattam. Hát majd így frissen elhasználjuk. Ugye ez már ez nem fogja túlélni, vagy nagyon csehül fogja túlélni a telet. Fokhagymát azért nem szabad nagyon korán elduggatni, mert elfagy. Tehát ez a felső levélzete, ez elfagy. Ezért van az, hogy én is majd csak novemberbe fogom, amikor már tényleg ilyen tartósan 5 fokok vannak, a fokhagymát eldugatni, mert sem értelme hamarabb, de hát most itt volt pár szem, pár gerezd, azt eldugattam. Ezt frissen fel lehet lesz majd használni, még remélem a tél beállta előtt. De nem is ez a lényeg. Földet előkészítettem. Hát most még itt van sok minden, amit még nem akartam bevinni. Itt jobban érzik magukat. Például a citrusok, ugye a narancs, a mandarin. Ugye ez a mandarin, ez idén csak virágzott, de termés nem volt rajta. Viszont a narancs az már egyre szebb. Most már egyre narancssárgább is. Aztán itt vannak a más citrusfélék is, például a kalamondin. A kunkvatot még nem hoztam be. Tehát látjuk, hogy az is nagyon szépen hozza a kis kalamondinokat, jó sok van rajta. És az utolsó paprika szüret még itt van. Na mindegy, a lényeg az, hogy a virágok is itt vannak. Hát ezeket is meg szoktam napi egyszer locsolni, így felöntöm a tálcát vízzel, hagyom egy órát, és akkor egy óra után csak megemelem a tálcát, kiöntöm alóluk a vizet. De hát ugye ez mind saját duggatás, erről volt videó is, gőzöm sincs már, hogy melyik az, de valamelyik videóban benne voltak. És hát az volt a terv, hogy egy sövényt készítek belőlük, de a feleségem elorozta, azt mondta, hogy megy a temetőbe pont, úgyhogy akkor megy a temetőbe. Ma vetegetni fogunk egy kicsit, ezzel kezdjük talán az októberi munkálatokat, néhány apróságot, a magokat még a tegnap idehoztam, már előkészítettem, megmutatom, hogy micsodát, aztán megmutatom a többi dolgot is, amit ilyenkor teszegetek, veszegetek a kertben. Oké, rem, ebbe a két hosszú ágyásba, ebbe madár saláta lesz téve. Ez egy olyan saláta fajtánk, amiben az a szép, hogy gyakorlatilag egész télen bármikor el lehet vetni. Hogy mi lesz belőle, az annak az eredménye, hogy milyen meleg van. Na most itt a fóliában ez még idén majdnem biztos, hogy meg is tudjuk enni, tehát elfogyasztani. Ugyanis enyhe fagyoknak ellenáll, és én ezzel a kis takarással el fogom érni, hogy még jobban ellenálljon neki. Nagyon fontos dolog, hogy azt akarjuk, hogy a fóliánkban minél tovább meleg legyen, tartsuk mindig nedvesen a földjét. Ha párolog a talaj a nedvességben a fóliában, az azzal jár, hogy meleget, tehát felmelegíti lényegében a fóliának a levegőjét. Úgyhogy főleg, hogyha fagy érkezik, és még szeretnénk ezt megúszni, volt most ez az egy éjszakás fagy például, akkor a legjobb trükk az, hogy előző este alaposan belocsolunk, hogy párologjon a föld. Minél több a pára a fóliába, annál kevésbé fagy, ezt tudnunk kell. Na most ez körülbelül november közepére, ha most elvetem, már szedhető méretű lesz. Kis szerencsével ez össze is jön, ha nem, akkor majd jövőre. Lényeg az, hogy ebbe a két ágyásba madársaláta lesz. Ebben a másik ágyásban még nem történik meg a vetés, ide fejes saláta kerül, az el van vetve, benn van a konyhaablakba, azt majd csak palántázni fogom, amikor oda kerül a sor,
Ugye az lényeg az, hogy olyan fejes salátát kell ott is választani, ami korai. Ugyanis a korai azt jelenti, hogy fagytűrő. És akkor, ha már kis palánták megvannak, ide ki fogom őket ültetni. Hát már kibújtak, de még nagyon kicsik. Én nem tudom őket palántázni. Úgyhogy hamarosan, majd a következő videóban már benne lesz, amikor ezt az ágyást majd bepalántázzuk fejes salátával, amiből ugye tavasszal legelső zöldségünk lesz, amit ehetünk. Na, félrehúztam, ahogy látjuk, a takarást a földről. Most alaposan belocsolom, aztán rászórom a magokat, aztán takarni fogom, de nem úgy, hogy lényegében ráhúzom a földet, hanem egy réteg komposztot teszek rá, de mutatom. Egy picit a locsolásra visszatérve, akiknek vannak, tehát van fóliájuk, nagyon sokan elfelejtik, hogy a talajélet csak addig működik, amíg nedves a föld. És ugye a fóliában meg nem nedves a föld télen, sőt, ha rásüt a nap, akkor nagyon hamar kiszárad. És hát ezzel foglalkozni kell télen is. Tehát, hogyha nem bontjuk el a fóliánk tetejét télen, akkor én nagyon azt ajánlom, hogy amennyire lehetőségünk engedi napos időbe, néha hozzunk ki néhány locsolóvizet a talajra télen is, hiszen így tudjuk életbe tartani a talajlakó élőlényeket. Most nem a gilisztákra gondolok, azok lemennek mélyre, hanem gombákat, baktériumokat. Tehát, hogy éljen az a talaj, érdemes gyakran meglocsolni. És ugye a fagy is kevesebb kárt tesz, hogyha rendszeresen locsolunk télen is. No, kérem, a belocsolás után magukat a tenyerembe veszem, és szépen elszórogatom a talajba. Nem baj, ha itt-ott sűrűbb, mert ez a nagyon alacsony, kisnövésű saláta, féle, friss, igazából mint kiegészítő saláta a legjobb, tehát összekeverve valamilyen mással, és akkor ezt szépen elszórogatom. Ha a vetés megtörtént, akkor házi komposzttal fedem be, ilyen 1-2 cm vastagon, és ez pont annyira elég, hogy könnyen ki tudjon bújni, és amikor majd felszedjük, akkor könnyű legyen felszedni, mert ugye az ember gyökerestől szedi ki, csak lecsippantja egy ollóval a gyökerét, és már lehet is fogyasztani, mert ez egy picike salátafajta. Most ezt a kicsit majd mindjárt lenyomkodom egy gerebjével, és innentől fogva alaposan locsolom, amíg el nem fogyasztjuk. Amivel még így hónap végén szórakozok, évelő küldetése, jelen esetben szőlő. Van itt néhány általam előnevelt szőlő, vedérben Anyutta, Giovanni, és ha nagyon kíváncsi vagyok, mert tele van vele az internet, Preobrazsenje, lássuk mi lesz belőle. Lényeg a lényeg, ezek gyökeresek, lényegében bármikor lehet ültetni, én most fogom. Ástam egy tényleg piszok még gödröt, de már félig tele van, ugyanis beletettem két nagyvedér tyúktrágyát. Arra jött egy jó adag házi komposzt, sőt még a komposzt tetejét, ahogy az látszik, egy ilyen drazsírozott marhatrágyával is megszórtam. Hadd egyen, és akkor most ráültetem a gyökeres szőlőcsemetéket, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőlük. Na hát az ilyen gyökeres dolgokat is vidáman lehet most ültetni, még egy kicsit meg is kapaszkodnak talán idén. Na, folytassuk a munkát. Egész jó lett a gyökérzete, még ezt megmutatom. Úgyhogy ugrik a lukba. Ezeket nem fogom felkötni, hanem csak elfektetem, és télire majd kicsit letakarom. A következő állandó elfoglaltság innentől fogva az a falevelek gyűjtése lesz. Vannak ilyen edényeim, ebből jó sok van nekem, mert születet is ilyesmibe csináltam. Kettőt közüle beáldoztam, vagy hármat, nem is tudom már. Az egyik oldalába, az egyik sarkába kettes furószárral fúrtam 3-4 lyukat. Tehát kettes furószárral, nem szabad vastagabba. Ezekbe gyűjtöm bele a faleveleket, és nagyon enyhén meglocsolom. Meg is mutatom. Jó, faleveleket betettem, megnyomkodtam, és így egy nagyon picit megnedvesítjük. És innentől fogva mindig így gyűjtöm, lenyomkodom, picit nedvesítem, addig, amíg teljesen meg nem telik. Lényegében, amíg be nem áll a hideg idő. Aztán gilisztákat fogok beletenni,
Konkrétan giliszta komposztot fog belőle készíteni, tavaly is készítettem. Az idei tavaszi palántázós videóban többször szerepeltek. A három icurka-picurka lukon kicsöpögő komposztlé, lényegében a giliszta trágya, ami egyébként egy nagyon drága dolog az üzletekbe, ingyen meg lehet csinálni otthon. Néhány szál trágya giliszta kell hozzá. Nem jó a harmad giliszta, tehát az a nagyon vastag, nagyon hosszú giliszta, hanem trágya giliszta, pici, vékony, piros. Abból bele kell tenni 5-6-7 darabot, és tavaszra úgy felszaporodnak, gyakorlatilag ebből az egész levélből komposzt lesz már szerintem körülbelül májusra, probléma nélkül. Egy előfeltétele van, kell egy olyan helység, ahol nem fagy, ahol tudjuk őket tartani. Ez lehet egy pince, lehet egy garázs, lehet egy valami, lényeg az, hogy ne fagyjon. És ott ők egész télen zabálni fogják a leveleket, meg ami konyhai hulladék van, azt nem a komposztra hordom ki télen, hanem ebbe krumplihéj, répahéj, stb. Tehát amiket a zöldséglevesbe pucolunk, mind megy bele, de hát majd ezt mutatni fogom, azt hiszem idén tényleg rendszeresebben is. Tavaly kevésszer mutattam, idén bemutatom majd egy kicsit részletesebben a folyamatot. Mindenkinek ajánlom, néhány láda kell hozzá, meg egy olyan helység, ahol nem fagy, és nulla munkával tavaszra rengeteg komposzthoz jutunk, illetve a palántáinkat tudjuk majd locsolni ezzel a bizonyos giliszta komposzt lével, ami kicsöpög az edény alján. Azért kell a picike luk, az egyént egy nagyon picit ferdén, az egyik oldat alá ducoljuk egy léccel mondjuk, másik oldat a lukak alá beteszünk egy pohárkát, és oda folyamatosan gyűlni fog ez a giliszta trágya lényegében. Tehát ez a következő állandó elfoglaltság október végén. A következő dolog, amit ilyenkor feltétlenül meg kell csinálni, málnát, szedret, ilyesmit felkötözni. Ugye én már ki van szépen metszve az összes letermet vesző, ezek már mind az idén hozott friss vesszők, de látjuk, hogy ezeken meglehetősen hosszú oldalhajtásokat hozott. Ezeket ilyen 40-60 centi hosszra visszavesszük, nem engedjük hosszabbra, mert így lesz neki jó. És akkor, ha ezzel majd megleszünk, akkor ezeket a vesszőket felkötözzük. Ez azért nagyon fontos, mert jön a tél, a hó, lenyomja, letöri, fel kell szépen kötözni. Gyorsan felkötözöm, és akkor meg is mutatom, hogy hogy néz ki utána. Na, néhány pillanattal később itt is van a megregulázott szeder, egymástól ilyen alasznyi távolságokra szépen lekötözve, és akkor ez már csak termést kell lesz hozzon jövőre. No, mutatom, mi a következő mai feladat. A következő dolog az olyan virágokból, amit jövőre mint sövényt szeretnék használni. Látjuk, hogy már a szirmok eltűntek, leszedem a magvakat. Na most ezt úgy kell érteni, hogy így töröm le, és nem morzsolom ki belőle a magvat, hanem így egy kis edénybe beleteszem, ott vannak az apró magok, látjuk. Tehát nem morzsolom ki a magvakat, hanem azt fogom csinálni, hogy óvatosan szedem le, nem így tépve, mint most, ahogy mutatom. Egy edénybe összegyűjtöm, és gyakorlatilag egy-egy ilyen kis virágot, elszáradt virágot fogok elvetni egymástól körülbelül egy ilyen bakarasznyi távolságra, és így fogok létrehozni egy virágsövényt, például ebből a kúpvirágból. No, ide jöttem, itt is két dolgot szeretnék megmutatni. Egyrészt itt van nekem egy kis tépőzeller, ez konkrétan csak zöldje van, tehát ennek nem terem gumója. Ezeket fogom ma még leszedni, elzacskózni és elfagyasztani, még mielőtt a fagy kárt tesz benne. Ebből elő fogok készíteni legalább 10-15 zacskónyit, lényegében egy-egy köteget, és külön zacskóba teszek egy-egy kötegnyit. Elfagyasztom, egész télen lesz a levesekbe zellerlevél. Nem kell szárítani, meg aprítani, így elfogyasztva tökéletes. És egyúttal, ha már itt vagyok, akkor megmutatom a fügénél is valami érdekes dolog, hogy akinek van fügéje, az érdemes gondoljon arra, hogy a gyökerekről szoktak jönni ilyen oldalhajtások, látjuk, és ezeket egy kis ügyességgel, meg egy kis türelemmel ki lehet ásni. Nem kell sok gyökere maradjon, valamennyi gyökér maradjon rajta, aztán beültetem őket egy nagyobb cserepekbe, vagy azokba a vedrekbe, amivel például a szőlő volt, visszametszem, nem hagyom hosszúra, egy ilyen 40-50 centi fog a cseréből kiállni, a többit lemetszem a hajtásnak, a többi részét, és fagymentes helyre teszem.
Tavasszal ez hamarabb fog megindulni, nagyon szépen lombozatot fog hozni, és jövőre, ilyen őszre, nyár végére már a másodtermés az meg is fog rajta jelenni, és ezt akár elajándékozni is, kiváló ajándék, bárki örül neki, de aki gondolja, el is lehet adni, keresett dolgok, tehát ha jóféle fügénk van, akkor érdemes ezzel is foglalkozni egy picit. És végezetül a héten szétszórtam itt ebbe a részbe trágyát, felkapáltam, most már csak gerebrézni kell lesz, de azt már csak akkor fogom, amikor a fokhagymát vetem, hogy ebbe az ágyásba kerül majd a fokhagyma. Egyelőre csak kitisztítottam, felkapáltam, aztán majd elgerebézem, amikor a fokhagymát duggatom, de az majd csak novemberben lesz. Hát köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, ez volt a második és egyben bezáró része az októberi kerti munkák sorozatnak. Viszontlátásra!